Köszöntöm a képviselőtestületen megjelenteket, képviselőurakat és a vendégeinket, intézményvezetőinket. Az előzetesen a napi rendet kiküldtük. Kérem, hogy amennyiben a napi renddel kapcsolatban valakinek van kérdése, tegye fel. Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk a napi rendet, és a hitelesítők személye pedig Somogyi József és Gáspár Ferenc képviselő urak lesznek. Aki így elfogadja a napi rendet és a hitelesítőket, kérem, szavazzon. Köszönöm szépen. Első napi rendi pontunk a lejárt határidejű határozatok. Az erről szóló jelentést elküldtük, mindenki megkapta, ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele van-e? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért a lejárt határidejük elfogadásával, kérem, szavazzunk. Egyhangú, igen. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk. 2014 évi hitelképesség megállapítása. Megkérem, Faragó Mária pénzügyi irodavezető ismertesse ezt a napi rendet. Minden évben a költségvetési rendelet elfogadása előtt meg kell határozni a képviselőtestületnek az önkormányzat hitelképességét. Az erre vonatkozó számítás az előterjesztésben szerepel, de a meghatározásnak nem csak a tárgyévre, hanem a tárgyévet követő három évre is úgynevezett gördülő módon meg kell történnie. Így a határozat tervezetben foglaltak szerint 2014-re a vállalható maximális fizetési kötelezettség 56 millió 15 ezer forint, 2015 évre 53 millió forint, 2016 évre 55 millió forint és 2017 évre 56 millió forint. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat, illetve a határozat tervezetet elfogadni szívesen legyék. Köszönöm szépen. Ebből kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki egyetért a határozat elfogadásával, kérem, szavazzon. Egyhangú, igen. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont, 2014 évi költségvetési rendelet elfogadása. Ezzel mindjárt kapcsolatban lenne mindjárt egy módosító előterjesztésem is. A tisztelt képviselőtestület az önkormányzati kötelező feladatként ellátandó gyermek étkeztetés infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására az év során pályázat kerül kiírásra. Az önkormányzatnak 34 millió forint önerőt kell erre biztosítani a költségvetési rendeletében. Ezt a következőképpen lehetséges. 5 millió forint már rendelkezésre áll a rendelet 8-as számú mellékletében, mint pályázati önerő. 29 millió forint működési bevétel módosítással tudjuk a különbözetet biztosítani az önkormányzati hátrajátok behajtásával. Jelen módosítás a költségvetési rendelet kiirdetési előtt átvezetésre kerül, amennyiben ezt elfogadjuk. Ezzel kapcsolatban, költségvetéssel kapcsolatban, nem tudom, pénzügyi, vagy a bizottság elnöke. Bizottság, tessék, parancsoljon. Itt, amit találtam ugye a közösségi háznál, hogy nem tudom, hogy van-e tervezve valami felújításra, beruházásoknál, mert nem láttam ott más, csak a TTV eszközöket, hogy az mennyire lehet azokat a javításokat meglépni, mert a WC-k erősen folynak. Van erre keret, mert dologi? Tessék parancsolni, a bizottság ülésen ez elhangzik. Tudom, volt szó róla. Hogy intézményekként kinyújtottuk azokat a feladatokat, a legfontosabb feladatokat, amelyeknek az elvégzése feltétlenül szükséges, és igen, benne van. Jó, és tájékoztatást esetleg, hogy a TV-hez bírja eszközöket szeretnénk vásárolni. Ez egy 2 millió forint ott látogott. Egy. Mert nálam forint kettő van. Hát akkor még kettő van, lenne. Egy millió forint, és igazából amennyi, amire szükség van ahhoz, hogy tudjunk kérdésedni. Jó, és a MAD Kft-nél látok most egy előterjesztést, hogy amit ugye nem láttam eddig. Tehát a beruházás az egy teljesen más történet. Az 2 millió forint, mert azt is látok a beruházásoknál. Marika, parancsoljon. A kiküldött rendelet tervezett, a képviselő úrnak a figyelmébe.
Itt külön sorban szerepel már a befektetések összege. Ez az a bizonyos 2 millió forint, amelyet, hogyha megszavaz a képviselőtestület a rendelet elfogadásával, akkor lehetőség nyílik a MAD Kft.-re vonatkozó határozat elfogadására, mert a fedezet biztosítva lesz a törzsdők emelésére. Jó, tehát nem a bizottsági anyagot kellene nézned, hanem igen, a... Igen, jó, itt már módosítottuk a táblázatot, és akkor itt már a helyére került. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még valakinek esetleg valami kérdések van? Akkor a pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta is a módosító javaslattal egyik javasolja a képviselőtestületnek a 2014. évi költségvetési rendelet az elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdések elhangzottak, akkor kérem szavazunk, aki egyetért a elfogadásával, határozott tervezet elfogadásával kérem szavazni. Egyhangú, igen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, pályázat benyújtása az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételéhez. Ez a... Tisztelt képviselőtestület, megjelent az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014 BM rendelet. Az önkormányzati kötelező feladatként elállandó gyermekétkeztetést is támogatására a BM rendelet első paragrafusa 2-es B pontja alapján az étkeztetés végző intézmény infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására pályázat nyújtható be 80%-os támogatási intenzitás mellett. A pályázat benyújtási határideje 2014. február 13. A támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a, de maximum 30 millió forint. A Szabadszállási önkormányzat a tulajdonát képező Szabadszállás Kálvin tér 4 szám alatt található áruház megnevezésű ingatlant bérbeadta a Kiskunsági Coop Zrt-nek, míg az önkormányzat bérbe vette az Zrt tulajdonát képező Szabadszállás Kossuth utca Róna vendéglőt. Ahhoz, hogy mindenki visszakerüljön a saját tulajdonát képező ingatlanba, az önkormányzatnak az áruház megnevezésű ingatlant át kell alakítani közétkeztetés biztosító konyhává. A most megjelent BM rendelet lehetőséget ad arra, hogy erre az átalakításra pályázatot nyújtsunk be. Az előzetes felmérés alapján a kialakítás költsége nettó 170 millió forint, a BM rendelet alapján 30 millió forint támogatásra nyújtanánk be pályázatot, épület felújítására 27 millió forint, eszközbeszerzésre 3 millió forint. A pályázat 20%-os önrész biztosítását írja elő, amely 7,5 millió forint. A teljes összeg 37,5 millió forint. A támogatás felhasználásának végső határnapja 15. december 31. A pályázatnak tartalmaznia kell a kérelmező saját forrás biztosítására vonatkozó képviselőtestületi határozatát. Mindezek alapján javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy a pályázat benyújtására, az önerő biztosítására vonatkozó javaslatot fogadja el. És a határozati javaslat a következő. Szabadszállás Város Önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014-es BM rendelet alapján a kötelező önkormányzati feladatot ellátó étkeztetés végző intézmény infrastruktúrális fejlesztésének felújításának támogatására. Pályázat nettó összege 37,5 millió forint, pályázathoz szükséges 7,5 millió önerő, Szabadszállás Város önkormányzata a költségvetés rendeletében biztosít. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazunk, aki egyetért és elfogadja és támogatja, kérem szavazzon. Egy hangú, igen. Köszönöm szépen. Ez a pont. A következő napi rendi pont, pótbefizetés már MAD Kft. Részére. Tisztelt képviselőtestület, önkormányzatunk résztulajdonos a MAD Kft. Magyar Tanyasi Termék Termeltető és Feldolgozó Értékesítő Közhasznú Nonprofit Kft.-ben 1.130.000 forintos üzletrésszel 25%-os tulajdoni hányaddal. A megnyitott tanyai termékeket értékesítő boltok zavartalanul folytatják tevékenységüket. MAD Nonprofit Kft. Biztosítja térségünkben a tanyai termékek piacrajutását. Támogatott pályázatokban tett vállalások értelmében a beszerzett eszközök segítik elő Szabadszálláson, Kunszent Miklóson, Kerekegyházán, Fülöpházán megvalósult fejlesztések logisztikai feladatellátását.
Pályázatok értelmében a MAT non-profit Kft. Térségi funkciójából fakadóan az önálló önkormányzati projektek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és közös önkormányzati tulajdonban álló fejlesztés sikere. Jelenleg már a boltok működtetése zavartalan, beruházás önfenntartó. A MAT non-profit Kft. Pályázatában foglalt fejlesztés megvalósításához egyrészt a támogatás megelőlegezésére, valamint a projekt áfa tartalmával kapcsolatban vett fel hitelt. A hitelköltsége finanszírozása, valamint a projekt indításakor felmerült költségek biztosítása, személyi jellegű árufeltöltés közüzemi díjak nem állt rendelkezésre. A kezdeti működtetéssel kapcsolatos kintlévőségek összege 6 millió forint, mely összeget a gazdálkodó szervezet nem tudja pillanatnyilag kitermelni. Annak érdekében, hogy a gazdálkodó szervezet a továbbiakban is megvalósítsa kitűzött célját, szükség van arra, hogy ezt a pénzeszközt önkormányzatunk a non-profit Kft. Rendelkezésére bocsássa, törzsbetétünk emelésével. Az emelés eredményeként az üzletrészünk értéke 2 millió 630 ezer forintra növekedik. Természetesen minden tulajdonos társ ezen összeggel megemeli a törzsbetétjét, és ennek eredményeként a 25%-os szavazati arány nem változik. Mindezek alapján javaslom tisztelt képviselő testületnek, hogy a törzsbetét emelésére vonatkozó javaslatot fogadja el. Ezzel kapcsolatban a kérdés. Tessék. Ön is szeretné kérdezni, hogy a pályázati kötelezettség az hány évre szól? Ezzel a projekttel kapcsolatban. 5 éves fenntartási kötelezettség. 5 éves. Igen. Köszönöm. Akkor, amennyiben nincs újabb kérdés, akkor a határozati javaslatot elmondom. Szabadszállásváros önkormányzat képviselő testülete, az önkormányzat, mint a Magyar Tanyasi Termény Termeltető Feldolgozós Értékesítő Közhasznú Non-Profit Kft. Tulajdonosa nevében kötelezettséget vállal arra, hogy Szabadszállásváros tulajdonában álló törzsbetétet további 1,5 millió forinttal megemeli. Így Szabadszállásváros önkormányzata tulajdonában álló törzsbetét értéke 2 millió 630 ezer forintra módosul. Amennyiben egyetértünk ebben, kérem szavazzunk, aki egyetért és elfogadja a határozati javaslatot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen. Köszönöm szépen. Lesz a 7, igen. Ellene? Tartózkodott? Egy tartózkodott. Köszönöm. Kettő is tartózkodott. Te sej? Tartózkodott. Akkor 2 tartózkodás, 6, igen. Jó, köszönöm szépen. Következő napirendi pont. Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi Tanácsába képviselő delegálása. Megkérem Somogyi József a bizottság elnökét, ismertesse ezt a napirendi pontot. A pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2014. évi 190-es törvény 73-as paragrafus 4-es bekezdése alapján Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi Tanácsába dr. Bádi Zoltán polgármester delegálja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ebben kapcsolatban valakinek kérdése, parancsolgám? Hát ugye az előzőt azt vissza kellene vonni, be volt egy ilyen határozatunk, és én mint elmondtam, hogy szívesen vállaltam volna ezt a feladatot. Igazából kicsit értetlenül állok a dolog előtt, ugye Tóth Gyula képviselőtársam nem is tudja, mivel hogy nem érti, de hogy ez így módon változik ez a dolog. Nem értem az indoklásodat még mindig, Laci, amit pénzügyi bizottságon elmondtál. Én azt gondolom, hogy egy bizottságot azért szoktak létrehozni bizottságokat, hogy ott közös munka folyjon, több szem többet lát, több hal, több fül többet hal, és nyilván nem véletlen az, hogy a közös munkának esetleg a gyümölcse is jobb. Úgyhogy én szívesen vállaltam volna ezt a feladatot, mindenképpen megpróbáltam volna, de hogy a képviselőtestületben természetesen elfogadom. Köszönöm. Még valakinek kérdése ebben kapcsolatban? Hát én mondanék annyit, hogy igazándiból itt ugye az iskola felé mi megtettük a javaslatot, tehát meghoztuk a döntést, hogy ki lennétek a küldöttek itt. Nem a személyekkel volt gond, ők döntöttek úgy, hogy ők kevesebb számú bizottságot szeretnének létrehozni. A döntés joga az övék, nekünk innen egy út van, hogy azt a döntést visszahozzuk, és igazándiból teszünk egy személyes javaslatot. Most igazándiból itt a Lacinak volt egy javaslata a személyre vonatkozóan. Tehát itt nem kell semmi háttér dolgot föltételezni, nem gondolom. Tehát iskola székről beszélünk, nekünk egy lehetőségünk van egy ember, illetve annyi számú küldöttet delegálni, amennyit ők is fognak mindenki delegálni, az iskola is, meg a szülő is. Tessék, parancsolj! Annak ellenére, hogy elengedtük az iskolát, már olyan értelemben, hogy a pedagógusokat, közvetlenül ők nem tartoznak az irányításunk alá, de ott 500 szabadszállási gyermek tanul.
500 szabadszállási gyermeknek a jövőjét, és igazából én úgy érzem most is, és itt volt, aki felvetette a pénzügyi bizottságon, hogy ezt határozatban kellene megjeleníteni, hogy mindenkori polgármester legyen ennek az intézményi tanácsának tanácsnak a tagja, és én azt a későbbiekben javasolni is nem fogom javasolni. Tehát a következő testületnek ezt javaslatként mondanám most. De most annyira rövid az idő, pusztán 7-8 hónapról van szó, és nem érdemes ezt bolygatni, és igenis, ebbe a város legnagyobb intézménye, és a város jövőjéről illő, hogy a polgár, nem csak úgy illő, szerintem kötelező, hogy a polgármester képviselje, és tartson egy olyan kapcsolatot, ha már a pedagógusok nem tartoznak közvetlenül a városhoz, ilyen értelemben, munkaügyi értelemben. De itt élnek a városba, a mi ünnepélyeinket szervezik, a mi rendezvényeinken vesznek részt, és a mi műsorainkra agitálnak, propagálnak, és a mi gyerekeinket nevelik tisztességessé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még van? Amennyiben nincs, akkor kérem, először is a határozatot, a bizottság határozatát annyiban módosítanánk, hogy egyben a 174/2013-11.27. számú határozatot visszavonjuk, és úgy fogadjuk el a bizottság határozatát. Kérem, szavazzunk, aki egyetért ebben. Kérem, szavazzunk. 6-7, ja, egy hang. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont, szabadszállási hírmondó felelős szerkesztőjének a díjazása, igen. Bocsánat, itt elkeveredte a papírjánban. Gyakorlatilag a szabadszállási hírmondó felelős szerkesztője Deres Mónika 2009. január 1-től fogva a megbízásáról 2009, a 11/2009 másodikon 4-es számú rendeletében határozatában döntött így a képviselőtestület. A határozat alapján a szerződés megkötésével egyidőleg havi nettó 8000 forintos megbízási díjat kapott. Az elmúlt 5 évben ez a díjazás nem változott. Kérem a képviselőtestületet, hogy a megbízási szerződés 4-es pontját az alábbiak szerint szíveskedjenek módosítani. A szerződőfelek megállapodnak abban, hogy a megbízottat havi nettó 10000 forint per hó összegű megbízási díjjal illeti meg 2014. január 1-től. Szükséges költségeinek megtérítésére számlák alapján igényt tarthat. A nettó megbízási díj emelése havi 2904 forint többletet okoz a költségvetésnek, éves szinten 34.848 forint. Az emelés fedezete a polgármesteri hivatal személyi juttatás előirányzatában rendelkezésre áll. És akkor a határozati javaslat Szabadszállás város képviselőtestülete úgy dönt, hogy visszamenőleg 14. január 1-től Jenes Mónika felelős szerkesztő megbízási díját havi nettó 10.000 forint per hó összegre felemeli. A képviselőtestület megbízza, felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítására és aláírására. Ebben kapcsolatban valakinek kérdése? Igen, csak azt szeretném kérdezni, hogy a szükséges költségeinek megtérítésére az mi szabályozza, vagy mik azok a költségek, amit elszámolhat? Hát számla ellenében szerintem a Mónika eddig nem számolta soha egy fület. Gyakorlatilag soha nem vette igénybe. Gondolom, hát, hogyha valahova utazik, amikor mit tudom én, valamilyen olyan hely van, ahol, helyszín, ahol el kell mennie, hogy meg tudja csinálni azt a riportot, vagy valamit, de eddig még egyetlen egyszer nem tudott. Gyakorlatilag ezeket mind a polgármest autóval megvettek oldal igazándiból, amikor menni kellett, hogyha... Így van. És köszönjük meg, hogy ennyi meccsinál. Igen. Szabadunk, ugye? Akkor, ha nincs más kérdés, akkor kérem szavazzunk, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem szavazzunk. Egy hangon. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, Szabadszállás város önkormányzat képviselőtestének 2014 évi munkaterve. Megkérem Somogyi József bizottsági elnököt ismertesse ezt a napirendi pontot. A pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek, hogy Szabadszállás város önkormányzatának 2014. évi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint tárgyalja meg és fogadja el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Munkatervvel kapcsolatban valakinek észrevétele, kérdése?
Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért a munkatáj elfogadásával, kérem szavazzunk. Köszönöm. A következő napi rendi pont. Vagyonkezelési szerződés módosítása Bácsvíz és csatornaszolgáltató ZRT-vel. Megkérdezem Somogy Józsefet, a bizottsági elnököt, ismertesse a napi rendi pontot. Pénzügyi és ügyelmi bizottság tárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Bácsvíz víz és csatornaszolgáltató ZRT-vel 2012. december 31. napján kötött vagyonkezelési szerződés második számú módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak szerint tárgyalja meg és fogadja el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétel, amennyiben nincs, kérem szavazunk. Aki egyetért a módosítás elfogadásával, kérem szavazunk. Egy hangú igen. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag nincs is több napirendi pontunk, ugye? Megköszönöm a képviselő uraknak és minden intézményvezetőknek a részvételét. Mindenkinek további szép napot kívánok. Köszönöm.